Hát akkor köszöntök mindenkit, ez itt a Vakker Podcast. Nem is tudom, hogy kezdjem el, ez az első adás, úgyhogy elég ízulok, de remélem, hogy jó lesz. És két nagyon érdekes vendégünk lesz ma. Nem is tudom, hogy vezessem fel az első vendégemet. Hát volt nekünk azért egy kisebb összezörülésünk a műsorban, amelyben gondolom a legtöbb ember ismer engem. És nem más, mint Lázár Patrik. Szia Patrik! Hello, sziasztok! Köszönöm a meghívást! Ne vicce, örülünk, hogy eljöttél. Figyelj, nem is tudom, hol kezdjem. Talán igazából szeretnék egyből egy játékra térni, hogy a kiesést követően azért mi nem váltunk el olyan szarul, legalábbis a nézők talán azt hitték, hogy mi azért rossz viszonyban vagyunk. Kezet fogtunk meg ilyenek, még ott a hotelben váltottunk az egy-két mondatot, aztán végül én jöttem is haza. Úgyhogy nem vagyunk mi haragba, ezért is örülök, hogy eljöttél, meg nem is, én gondoltam is, hogy jönni fogsz, nem hittem volna, hogy esetleg benned ez bármiféle tüske is lenne ez véget. Úgyhogy örülök, hogy itt vagy, aztán hát vágjunk bele igazából, az lenne az első kérdésem felét, hogy milyen a műsor utáni élet amúgy, hogy mennyire változtatta egyáltalán meg a műsor a te életedet, felismernek az utcán, gratulálnak, mi volt az első reakció, amikor te hazajöttél? Hát amikor hazajöttem, én vonattal jöttem haza, mert féltem a repülőn, az odavezető út, emlékszel, az kicsit ilyen para volt. És amikor hazajöttem, én Békéscsabán szálltam át. És ahogy leszálltam, egyből. Megismertek, csináltak képet is, benne voltam persze természetesen, hát most miért ne. És amikor hazajöttem Balatonra elsőnek ugye, a kisvárosomba, akkor ott elég sokan felismertek, és meg is lepődtem, mert azok az emberek is odajöttek beszélni, köszönni, akikkel alapjáraton annyira nem vagyok jóba. És ez tök jó, ilyen pozitív volt, és úgy érzem, hogy kicsit kicserélődtem, tudod. Egy feltöltött pozitívan amúgy engem ez az egész dolog. Figyelj, amikor én hazajöttem, akkor nekem olyan volt, hogy én egyből egy Budapest Park koncertre mentem a Manuel koncertre. Igen, olvastam is valahol. Figyelj! Ami engem ért, nekem nagyon jól esett az egész. Mindenkit, hogy csak is kizárólag szeretetet kaptam, én legalábbis úgy éreztem. Ja. Persze nyilván volt egy rossz komment, az mindig van, meg azt én nem is vettem magamra. De ott a Budapest Parkon belül, figyelj, állandóan megállítottak ott. Legalábbis az elsőnél nem akartam állni. Tudod, így úgy jöttem vele, hogy hülyéskedik, tudod, vagy nem tudom. Megkért egy közös fotót és rá, és igazából én kicsit bunkó volt, hogy elhajtottam, hogy menj már velem, most minek fotó. Azt sem gondoltam, hogy ennyien nézik. Uh-huh. És figyelj, ott voltunk bent. És megcsináltam azt a képet ez a sráccal, és utána figyelj, sorba álltak az emberek, tényleg, tehát hogy elképesztő élmény volt. Amúgy is én, hát most nem vagyok amúgy egy beképzett gyerek, de ez nekem az egómnak kúra jól esik. Tehát amúgy, hogy odajönnek, képet csinálják, átkiabálnak az utcán, tudod, hogy izé a dohányboltnál átkiabáltak, hogy Levi, miattad néztük a műsort, figyelj, iszonyatosan jó élmény volt. És már akkor féltem, hogy úristen, ez le fog csengni, tehát ez egy-két hét, és ez vége. De nem ment le. Hát mai napig látom, megismernek, mai napig, tegnap is voltunk egy szórakozó, én láttam, hogy így idézésen összesugnak, tudod, így mutogatnak egy picit így rám, vagy ilyenek, de úgy már nincs az, mint akkor volt. De akkor jó, hogy ez nem csak nálam volt így, hanem akkor téged is, hogy megismertek. Hát igen, meg különösképpen engem most relatív úgy könyvennek kell, hogy a Fanninak a párja. És ez is sokat dob, hogy egymásnak ott vagyunk, meg ott is voltunk, meg ugye ki is tartott mellettem a Fanni mai napig. És minket nagyon szeretnek. Vannak bizonyos platformok, ahol live-ozgatunk, meg ilyenek, és annyi ember, hogy az ilyen befutott TikTokosokat nem nézik, ilyen 2500-2600 néző. Van, hogy 1 millió lájkot küldtek? Nagyon sok. Megmondom őszintén, én nem vagyok tisztában ezzel, gondolom azok a nagy számok között, én nem értek hozzá, hogy a... Hát, szerintem igen, relatív. Aha. És amúgy azóta ti együtt vagytok, tehát, de együtt is laktok, vagy csak, nem tudom, mert te ugye Balatonfüredi vagy, ő pedig benne ki Pesten. Igen. Ugye ezt hogy oldjátok meg, vagy... Hát most úgy van ez az egész dolog, hogy amióta hazajöttek, mi azóta 0-24 együtt vagyunk, én vettem ki szabadságot, stb. Ugye családi vállalkozásban dolgozok, de azért az nem vagy olyan könnyen, hogy most én nem menjek be dolgozni, szabadságot kivettem ugye, és azóta ez így van, majd ilyen jövőre, a év elején majd, hogyha úgy alakul az egész dolog, akkor majd az összeköltözésen gondolkozunk majd. Aha, és akkor mennétek le Füredre, vagy jönnétek ide föl Pestre? Szerintem Pest amúgy, mert Füreden most az ilyen időszakos, nyáron
nem annyira jó, mert sokan vannak, tényleg meg halálunalmas. Hát jó, igen, értető. Azt akarom kérdezni, én megmondom őszintén, én ott bent úgy éltem meg, vagy pontosabban már kiesésnél, én már kiestem, és akkor itthon láttam, hogy te is kiestél, stb. Arra annyira rátérünk, hogy miért. De hogy én nem tudtam, hogy ez mennyire volt nektek megalapozott ez a szerelem, tehát hogy ki fog-e tartani mellette, de egyrészt játék szempontjából neki mennyire jó, illetve mennyire tudott elmélyülni a ti kapcsolatotok, mert ugye nem tudom, 2-3 hétig tartott, vagy ugye egy hónap után estél ki te is, gyakorlatilag utánam, egy vagy két nappal. Tehát egy hónapot voltál bent te is, és hogy nem tudtam, hogy az a két hét, ameddig ti igazán közel kerültetek egymáshoz, az elége ahhoz, hogy aztán ő itt megvárjon téged kint. Nem tudom, izgultál-e, hogy ott valaki lecsapja a kezedről, és ha igen, akkor ki? Tehát, tehát a neveket, ha lehet, akkor jó lenne, mert szerintem izgi, hogy ki. Igen, remel. Igen, ez szerintem sok ember fejébe felmerült ez a kérdés, hogy mi lesz, vagy hogy lesz. Figyelj, én hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem izgultam. Egy pici izgalom volt bennem, de viszont ugye én szektem szabályt, hogy beszéltem bele. Aha. És ugye ott nyilván kiélveztem a helyzetet, és felmértem azt, hogy kamerák nélkül milyen. És lejött róla egy kép, egy kamerába, és kamera nélkül. Kamera nélkül még jobb volt, még jobban megbecsülendő volt. És én erre alapoztam, ugye, és hát be is igazolódott a szavam. Szóval az, amit én elképzeltem ő. És hát aki volt mellette, vagy szeretett volna lenni, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam meg, ez egy show műsor, mindenféle képen kellett a nézettség. Ugye ez a Willi volt. Uh-huh. Nekem, én ő barátok voltunk bent, nem is haragudtam meg, a Willi kimondta, hogy csak barátok, én elfogadtam ezt, nem is vitathattam volna ezt a témát, ugye? De maximálisan megértettem volna, ha Fanni azt mondja, hogy mással akarok lenni, nem akarom a játékomat befolyásolni, te végetted, de végig megcsinálta. És ugye ez a Power of Love-nak a szerelem ereje. Hát igen, ezért ment, vagy hát részben ezért mentünk be, hogy ha talán megtaláljuk a szerelmet. Én megmondom szintén, én kicsit azért szkeptikus voltam, tehát úgy jöttem, hogy mondjuk ilyen műsorban biztos nem találom meg azt a csajt, aki... Igen. Meg ott össze vagy zárva, megint más tudod, tehát az megint más, hogy bent ott jóra vagytok, de aztán kijössz, ezért impulzusért. Fél, nem tudom, hogy veled mi van, hogy téged a social médiából keresnek-e nők, stb. De hát én most megmondom őszintén, hát ilyen virágkor, vagy ilyen virágzást még nem éltem ilyen tekintetben, szóval tényleg nagyon sok nő keresett meg bármiféle ismerkedési célzattal. Szóval az nagyon jól esett, és úgy jöttem vele, hogy azért ez, hogyha valakivel ott össze is jövök, akkor kijössz, akkor itt igazából a nagy próbatétel a kinti külvilág, hogy azért ezeknek a kísértéseknek nem ett úgy mondani meg ezeknek a hölgyeknek. Mert azért értesz, hogy próbálkoznak nálad, azért az egyrészt neked is jól esik, másrészt meg lehet, hogy nem csak neked, hanem a párodnak is ugyanúgy vannak udvarlói esetleg, vagy akik szeretnék őt megismerni. Uh-huh. És azért itt kint, itt már azért melegebb, szóval nehezebb, mint ott bent. Hát igen, én is kapok sok üzenetet, viszonylag sokat, Fanni is kap amúgy. De külön tudjuk ezt tenni. Most igazából, ami olyan, azon nevetünk egyet, ami nem olyan, az meg se nyitjuk igazából. És hát megnyitjuk, de ugye törlés, ennyi. Aha. Hogy különösképpen nem térünk arra rá, hogy jaj, most ez befolyásolja a kapcsolatunkat, vagy nem, mert felesleges. Ezek csak ilyen kis mellékvágányok. Most ha rátérsz, olyan lesz a kapcsolat, hogyha nem, akkor nem. Azt akartam még kérdezni tőled, hogy ezt a Geris konfliktust, hát ezt nyilván én nem voltam már ott, csak tévén keresztül láttam, de hogy te hogy élted meg belül? Én megmondom, hogy én nagyon örültem amúgy, de nem csak azért, nem rossz indulatból, hanem úgy jöttem bele, hogy hát te kitettél engem, és te kitettél saját magadat is ezáltal, úgymond, mert volt egy ilyen affér, és tudtam nagyon, hogy rá van írva a kezdet, hogy karma, és úgy jöttem bele, hogy na, ott a te karmád, akkor te is jössz haza. Szóval elmondom őszintén, én amúgy örültem neki, bár azt gondolom, hogy kicsit túlzásba lett víve ez, a te részedről is, meg a Gergő részéről is. Sőt, én megmondom őszintén, ezt majd még tovább elemezzük ezt a jelenetet amúgy, de én azt láttam, hogy a Geri tolja oda először a fejét amúgy, attól függetlenül, hogy a Gergő pártját álltam. De láttam, hogy te megálltál, ő meg belenyomta az a... Tehát én ezt láttam, aztán végül te voltál te mentél tetlegesség azzal, hogy meglökted. Amíg ki nem mondta Viki, hogy te ki fogsz esni, vagy hogy el kell hagynod a Power of Love-ot, addig mit gondoltál, mi lesz a büntetés? Én tudtam, hogy ez lesz. Szóval a két adás között volt egy szünet, én tudtam, hogy ez fog történni. Aha.
De már tudtuk, hogy le van írva a szabályzatban, hogy mindenféle testi sértés, vagy bármiféle ilyen különösebb, erősebb abúzus, az nem fér bele a játék kereteibe. De én azért nem voltam volna, hogy egyből kizárnak amúgy. De azt gondolom, hogy nem, tehát nem ütés történt, ugye, hanem egy Hát nem, lökés, de... igen, és ez nagyon durva egyébként, hogy ez így alakult, de ezt magamnak is csináltam, és a Gergő is olyat magának csinálta, Gergő azt csinálta magának, ugye, hogy egy hétig, vagy egy napig nem találkozhatott az Hát igen, egy napig nem mehettek el randizni, hogy valami is volt. Kemény, na mindegy. Ez így lett, egy biztos, ha bent maradtam volna, biztos, hogy máshogy alakult volna minden helyzet. Én szerintem ezt kimerem jelenteni. És hogy gondolod, mármint hogy úgy érted, hogy egészen döntőig mentél volna? Nem tudom a döntőig, de szerintem sokáig bent maradtam volna, mert engem is a Fannit, egy párost azért ugye úgymond áldozat szerepnek tettek ki be a benti játékosok, mert mi nem álltunk bele senkibe. És ők álltak belénk sokszorosan, hogy lassan haladunk, stb. Hát ott voltál, ugye tudod. És ezáltal a néző nyilván úgymond a gyengébbiket fogja támogatni a szavazatjával, ami jelen helyzetben, és ami akkor ott, nekünk nagyon jó volt. Szóval nem mi élveztük ki, hogy a Gergő is mondta, hogy áldozat szerep, stb. Amikor ezt hozzánk vágták, nem ők raktak minket ebbe bele. Aha. Szóval... És még a másik, ami még szerintem nem elhanyagató, és szerintem nézőket is érdekel, hogy azóta te beszéltél a Gergővel. Tehát volt-e köztetek bármiféle kontakt azóta, hogy ez megtörtént, ez az affér? Tehát ti most ilyen helyzetben rosszba vagytok? Vagy haragudtok egymásra? Vagy van köztetek valamiféle ellentét? Vagy igazából ez már egy el lett simítve ez a összetűzés? Hát figyelj, valamelyik nap Gergő megkeresett. Amikor beszéltünk, mi aznap megkeresett, és egy 4 órát beszéltünk telefonon. A játékról, kettőnkről, mi van velem, mi van vele. Igazából nem azt mondom, hogy elfelejtettem, mert nem felejtettem ennek ezt a produkációját, de viszont embernek tartom, hogy felhívtuk egymást, és meg tudtuk beszélni két felnőtt értelmes emberi szinten. És valakivel a játékban, amióta vége a játéknak tartó kapcsolatot, most nyilván a Fannival, nem úgy kezdem, hogy azon kívül, tehát a fiúk közül, lányok közül valaki, akivel ha így bármi problémád is volt, de megbeszéltétek, vagy csak jó barátok voltatok, tehát valaki, aki még így közelebb hát maradt hozzá? Aki közel el hozzám, Lombardo, ővel napi szinten beszélek, találkozok, nagyon jó barátom. Renátóval néha platformokon szoktunk lájózgatni. Hát, amióta ők kijöttek, egyszer beszéltem Billyvel valamelyik nap telefonon. Egy problémát elfojtottunk, vagy... Bocsánat, szóval nem haragudtál rá így a játék vége felé? Mert én azt éreztem, hogy a játék vége felé ő azt mondja, de nem akarok itt felette ítélkezni meg semmi, meg lehet, hogy nem is jó a meglátásom, de én úgy lettem észre, mint hogyha a játék vége felé ő azért nyitott volna Fanni irányába. És ő azt mondja, hogy barátilag, de én úgy éreztem, hogy talán ez nem biztos, hogy annyira baráti alapú. Nem tudom, hogy hogy lett volna, mert ment össze-vissza a pletyka, amit hallottam, hogy én sakba tartom, ez nem a Willi felől, sakba tartom a Fannit, hogy a Fanni csak a nézők miatt nem tart szimpátiát a Willi felé, meg stb. Ilyen össze-vissza mentek a pletykák. Én úgy vagyok ezzel az egész dolga, hogy a Fannit meg kell ismerni, aki a legjobban ismerte, az én voltam az összes játékos közül. Én kimerem azt jelenteni, hogy ez egy show műsor volt. Nyilván, mint tudod, voltak olyan helyzetek, ami úgy kellett csinálni. Nem megjátsza, ne érts félre, csak hogyha benne vagy a játékban, úgy fogod csinálni, hogy mindenkinek jó legyen. Ja, persze. Néző szemben is kell gondolkodnod, hogy vagy mit lát a néző, mert ő szavaz. Azt, hogy a Willi nyitott a Fanni felé, és azt mondta, hogy barát, én elfogadom ezzel, én nem fogom vitatni. Meg most, hogyha nem is úgy nyitott volna felé, hogy barát, nem lett belőle semmi se, ugye? Nekem ez, én ezt büszkén vállalom, olyan értelemben, hogy Fannira büszke vagyok maximálisan. Nem tette meg, nem adta a lelkét ugye 10 millióért, mert most a Willis én szerintem az egyik legerősebb játékos amúgy, független, hogy nem került be a döntőbe, amit nem is értek, de szerintem az egyik legerősebb játékos volt, mert attól független, hogy ránézel, azt mondod, hogy ez a kis csibész kis úgymond hülye gyerek, de megszólal, és szerintem, én szerintem egy okos ember, egy okos gyerek. És
De valahogy mégse ezt kellett látod, mert ott volt például Jani. Jani bekerült a legjobb hatba, nem? Hát bekerült, de... Tehát most, ha belegondolsz... Én ezt nem értettem például. Érted, a Jani meg sokkal kevesebb időt is töltött bent a műsorba. Én nem is ismerem őt egyáltalán személyesen, meg sehogy se. De ő milyen kevés időt volt benne a műsorban, mégis bekerült a döntőbe. Nem tudom, mi a jobb, hogyha az elejétől kezdve ott vagy, és hozamosabb ideig vagy a képernyőn, vagy az, amikor már csak a vége előtt, mert a legvégén talán utolsó Lombardo előtt költözött be talán, azt hiszem. Fú, nem tudom, annyira, én nem néztem. Tehát, hogy már egészen közel a végéhez, és neki csak egy 3-4 hetet kellett, vagy 3 hetet kellett túlélni, és már benn volt a döntőbe. Hát rá 2 napra ki is esett. De legalább ott volt, igen. Nem tudom, én Janit annyira, sőt, nem szóval annyira, egyáltalán nem ismerem, mert nem. Egyszer elmeztem ki, amikor volt egy játékuk a Fannival, és ott a, egy ilyen kártyás játék volt, és összeért véletlenül a szájuk. És ez, de ez, ennek itt hangot adtál valahol? Nem tehát valamilyen platformon, hogy nem adtam hangot. Játékot. Vagyis hát egy platformon volt nagyon sok komment, és nevetős fejet írtam, mert valaki megjegyzett, hogy ennyit ér a Fannid. És nevetős fejet, de valamelyik nap volt egy live, ott megkérdezték, mert ez ilyen. Ez az egyik negatív kérdés, amit állandóan feltesznek, mert nem sokat kapunk mi, hála Istennek. És ott például feltették ugye ezt a kérdést, és mondtam, hogy most ez egy játék, most mit, hogy most ezen mit idegeskedjek. Meg hát ugye volt sokkal helyesebb, meg jobb képük az én szememben, csávó a villában, ha neki nem jött össze, hogy a Fannit elvegye, és most nem a Willire értem, akárkire, nem mondok nevet. Nem mögrám. Nem. De úgyis nem meg... Akárkire is. Igen. Neki nem sikerült, akkor Janinak miért sikerült volna. Nyilván a szallagcímek úgy lettek lehozva, hogy erős, hogy kialakul valami köztük, vagy bármi, de nyilván maximum az alakulhatott volna ki köztük, hogy ránéznek egymást, és azt mondja, hogy szia, szia, ennyi. Hát Patrik, kértelek téged, hogy a social médiában azért tegyél fel egy ilyen kis kérdezfeleleket, és akkor egy-két nézői kérdésre is választ kaphatunk itt. Szemezgettem egy párat, és összeírtam egy-kettőt, azt mondja, hogy kezdjük is az elején, azt mondja, hogy ha kicsit eljátszunk így a gondolattal, és kicsit fantáziánkra bízok ezt a dolgot, akkor milyen műsorban szerepelnél még? Mi az, amiben el tudod magad képzelni? Gondolom, most a párkeresők egyelőre kilőve, tehát az, vagy hát bízunk benne, hogy abban nem. Reméljük önökre kilőve, de én egy Ázsia Expressben úgy elmennék. És az Fannival? Fannival közösen. Hogy tudtad feldolgozni a kiesést amúgy? De neked ez hogy érintett lelkileg, hogy ott kell adnod a szerelmedet, és jössz haza? Hú, ezt két részre venném, hogyha lehetséges, mert hogyha jól tudom, pont úgy volt, hogy amikor közönségkedvenc lettem, rá 2 napra én jöttem haza. Ha valahogy így volt, azt hiszem. Megérte. És ez a része, hogy hazajöttem, ez jó volt, amikor közönségkedvenc voltam, akkor annyi üzenetet kaptam. Én, fú, nem is tudom, nagyon sokat, tényleg rengeteget, 2 napig válaszolgattam, valami most se tudtam még. Az elvitte ezeket a gondolatokat, ugye, hogy jaj, most mi lesz, hogy lesz, viszont amikor lement, válaszoltam nagyjából, amire kellett, vagy nem kellett, utána belegondoltam, és rossz volt, és valamennyire azért fájt ott hagyni a Fannit, mert tudtam, hogy ilyen csendes, visszahúzódó, meg 29 évesen nem fog belállni most a 20-21 éveseknek a vitájában, mert szerintem annál érettebb, attól függetlenül, hogy mit lát a néző egy show műsorban, ugye. Hát meg félő volt, hogy te ott magára hagyod idézésen. Igen, úgymond a cápák, hát... cápák között kiraktam, de én úgy vagyok ezzel, hogy ez is engem igazol, most nem vagyok önző, de hogy ezt kell, hogy mondjam, hogy ez is engem igazol, amikor bent voltam, akkor kevésbé kapott ennyi negatívot. Most az, hogy kijöttem és így betámadják a lányt, hölgyet, nőt, az nem a mi problémánk, olyan értelemben, hogy miért akkor, mikor egyedül van. Ez most ez is... Jó, akkor is kaptunk rosszat, de általában én kaptam a legtöbbet, ugye? Hát igazából úgy volt, hogy te miattad lett a Fanni is célkeresztbe egy kicsit. Igen, cél nem kicsit, nagyon, de kijöttem, ugye az lett mondva azon az adáson, amikor kizártak az előtti adásom, hogy abban az adásban, hogy hát csak a Patrik miatt, mert csak a Patrikra fókuszálsz. Hát mondom, jó. És ahogy kijöttem, beigazolta, hogy teljesen, hogy ott vagyok, vagy nem, akkor is én vagyok.
És ugye sokaknak nem tetszett szerintem. Lányok terén se, meg fiúk terén se, nem tudom. Nem láttam a fejükben, nem is akarok a fejük felett pálcát törni, ugye? Hát ez nagyon jó, ez benne lesz az adásra, ez most biztos. Hogy... Amúgy gondolkodtam azon, hogy felveszek majd egy pulcsit, és alá csináltatok egy polt, egy nagy szituáció panyolattal, és majd leveszem. Igen, igen, az is jó. Igen, hát ez már szállóigévé vált, meg ezt már hozzád kötik a nézők. Nagyon. Mi a tervedek továbbiakban? Mi lesz most veled? Tehát mész vissza a családi vállalkozásban, azt nyomod tovább, vagy van valami más irány, amit esetleg fontolgatsz, vagy ami, mi az, amit tudhatnak a nézők, hogy esetleg mi lesz veled majd a továbbiakban? Idővel szeretnék felköltözni újra Pestre, mert ugye laktam Pesten az ötbe, és hát egy saját vállalkozást csinálni, építőiparral kapcsolatosan, mert most, ha jók az információm, elég jó lesz az építőipar, és mindenféleképpen ezt csinálni. Aztán majd idővel azért szeretném a kapcsolatomat is a Fannival feljebb emelni, minden olyan dolgot megvalósítani, amit eddig nem tudtam, és a céljaimat elérni igazából. Most ennyi, egyelőre ennyi, ez is sok idő, még mire megcsinálom. Hát sok sikert kívánok hozzá, de már meg is érkezett valaki, aki nem sokára itt fog ülni mellettünk, és ő lesz a harmadik ember. Ez most jön a legjobb rész, ezt vártam eddig. Szávasz, Gerikém, mi újság? Sziasztok! Na, hát megérkezett hozzánk Gergő, akit már nagyon, vártam. Köszöntelek a műsorba. Sokat gondolkodtam, és hát azért többször lenyilatkoztam, és ezt így is gondolom, hogy azért ez túl lett egy kicsit lőve a célon itt ennél a vitánál. Nyilvánvalóan részemről azért volt egy provokáció dolog ebbe, ezt azért te is így gondolod szerintem. Hát maximálisan. Így van, és viszont én arra számítottam, megmondom őszintén, hogy állva fogsz vágni. tényleg, és én úgy gondolom, hogy mind a ketten túl messzire mentünk, az lett volna a legjobb, ha én nem is állok így beléd, illetve ha te valamivel visszaoltasz, mert például Lombi nekem azt mondta erre a vitára, hogy olyan úgy simán szénné oltott volna utána. Igen, de itt nem azon volt a hangsúly, hogy most te nekem mit mondtál, vagy akármi, nem itt azon volt a hangsúly, hogy a legyünk miatt, ugye a Fanninak mit mondtál? Hát igen, de várjál. Tehát itt volt egy kiesés ugye Levente. Egyébként, na akkor kezdjük az elején. Tehát volt a gála, heti kedvenc lettél, amivel nincsen semmi köszönöm gond. Köszönöm mindenkinek. Nem volt gond. Én amúgy azt hittem, a Dorinát fogod küldeni. Tehát, hogy én váltig állítottam, hogy biztos voltam benne, hogy Dorinát küldöd, mert annyi szó beléd állt abban azon a héten, meg az előtte lévő héten, hogy ez valami elképesztő. Amúgy annyi, azon a héten annyira nem, de attól függetlenül most én... Jó, oké, nektek ezt le kellett meccselni. Levi, te kimentél a zónába, ugye Fannival, meg ki volt még kim veletek? Renátó. Ja, Renátó, tényleg ő is ilyen nagy favorit volt a zónába. Ja, és akkor Renátó visszajött, aztán Fanni is, és egyébként akkor éreztem először úgy a játékba, hogy olyan ember esett ki, aki egyébként sokat adott a műsorhoz. Tehát, hogy most én nem akarok senkit bántani, de előtte ugye volt kettő kiesőnk, két lány. Igen. És ők úgy nem adtak hozzá a műsorhoz, tehát, hogy mindenki úgymond nem az, hogy utálta őket, de nem tudtak velük beszélgetni, nem lehetett velük, ugye Dórival sem nagyon lehetett, a Vivi azért ott. Te találkoztam a Vivivel pont. Tényleg? Ő szolgált ki. Aranyos, nem az, csak hogy úgy, tudod, nem volt meg úgy senkivel a közös hang neki. A Dórinak meg nem volt hangja konkrétan, tehát hogy így nem akarok így beszólni nagyon, de hát ezt mindenki látta, mi is tapasztaltuk. Hát és nem tudom, láttatok, hogy a Dóri milyen savazásba kezdett? Ja, igen, a Dóri kiesett a műsorból, és utána mindennek. Mindenki hülye ott bent? Csak hát nem tudom, ezek szerint akkor neki nincsen 20 millió. Hát jó, de az most, na várjál, most ne ugorjunk ekkorát. És akkor, hát nem tudom, nek számomra a Levent egy értékes játékos volt, és ez érthető is volt amúgy. Tehát, hogy amúgy nagyon sokan kivoltak azon akadva, hogy én elsírom magam. De amúgy fullba jöttek az érzelmek, tehát ez nem egy ilyen megjátszott hülyeség volt. Egyszerűen kitört belőlem, és érdekes módon amúgy így a nézőket visszakérdezném egyébként, hogy amikor a három napja volt benne a Lombardo és a Renátó kiesett ellenem, akkor ő is elsírta magát, az nem volt gáz. Tehát, hogy így érted, tehát hogy mi három hete együtt laktunk, együtt jártam a Levivel edzeni, meg egy csomó mindent csináltunk együtt, te is jöttél velünk edzeni, meg a fiúkból még azért egy páron azért eljártak, és azért ott azért összekovácsolódik szerintem a csapat.
Persze, de nem, tényleg és nem... tudom az, hogy a... Bocsánat, semmi most nagyon éldibe vagyok, nem hagyom, hogy végigmond, de mindjárt. Most megfizet mindenért. De nem, hát az a helyzet, hogy ez a szemed szemért, ez sok volt, ezt én is éreztem utána, és... hát láttam a Fannin, hogy kurva ideges, nagyon ideges, tehát hogy ő neki nagyon rosszul esik az, hogy így beleálltam. Egyébként, ha ez az egész vita nem lett volna, tehát így full elengedjük, hogy jó, Levi kiesett, izé megyünk tovább, oké, akkor szerintem a Fanni valami amúgy még jobban is lehettünk volna nagyon a játék közben. Tehát, hogy... Igen, csak tudod, engem én azért voltam ideges, mert az a durva, hogy mi amúgy előtte két napig beszélgettünk Instán. Tudom. És arról beszélgettünk, hogy... Hogy nekem mi a bajom veled. Igen. Ez meg lett, ugye megkérdeztem tőled, plusz még ugye hozzátettük azt, hogy vannak bizonyos lépések, amit a játék követel, és hogy ezen nem kell megsértődni, meg fennakadni. És azután, hogy belém álltam, éreztem azt, hogy itt volt egy olyan fajta lépés a felület, ami nem biztos, hogy önálló volt. Én ezt így érzékelem, de ebben ne is menjünk bele, mert lehet ez olyan titok, ami titok. Nem tudom, de én ezt én úgy veszem... Ez titok, de egyébként ennek van valóság alapja. Amikor, jó, jó. Okay. Tehát ennyit elmondhatok egyébként, meg azt is, hogy azért én úgy mindenkivel próbáltam jobban lenni. Igen, én fiúk közül nem is, nem az, csak hogy én azért nagyon sok mindent hallottam, és azért itt nagyon sok mindenki nem volt őszinte a másikkal. Én úgy gondolom. Tehát nagyon sok mindenki, ha ilyek a te szavaiddal, bizonyos szituációkban, Nem volt őszinte, vagy nézőcentrikus volt. Tehát mindenki játszotta a játékot. Én a magam nevébe annyit tudok mondani, hogy én sosem néztem azt, hogy most ez a nézők mit szólnak. Pontosan azért igaz ez, mert ha azt végignézzük, hogy én azért mit kaptam, amit veled csináltam, az azért kemény volt. Hát jó, de ezt egyértelmű. De nyilvánvalóan én meg is érdemeltem olyan szinten, hogy én csináltam ezt, együtt csináltuk, és egyébként én azt hittem, hogy engem is ki fognak zárni. Igazából azért fogtam a kezedet a kizárásodnál, mert én abba bíztam, hogy egyikünket se zárnak ki, kapunk valami fasz a büntetést, és megyünk tovább. És korrektnek tartottad azt, hogy én mentem, te meg maradtál, és neked egy napig nem találkoztál az Ildivel? Azon a héten nem találkoztam, de az nagyon apróság volt egyébként. Hát nem volt egy falsúlyos büntetés. Abba viszont egyetértek, hogy a szabályokat te is tudtad. A legjobb lett volna, ha kiröhögjük egymást tényleg, és nem löksz meg. De várja. De maga a büntetés egyébként a te irányodban azért úgymond azért súlyosabb volt, jóval. Tehát, hogy... Én... Jaj, viszont a mikrofon. Egy kicsit soknak tartottam ezt a kizárás dolgot, inkább akkor ne találkozz egy hétig a Fannival, vagy nem beszélhetsz vele, vagy mit tudom én. Mert azért most itt nem arról van szó, hogy ott szarrá vertük egymást a stúdióba. Nyilván elszabadultak az indulatok, de egyébként a román műsorban konkrétan ott is volt ilyen, és ott öten fogták le a csávót, hogy ne verje PP a stúdióba. És kizárták? És nem. Szóval... Meg azért nem szakadt be a mellkasom, mint látod, még mindig itt vagyok. Pedig úgy tűnik, hogy a vincet. Hát most kicsit így beültem ide, de... Azod a lég mellett van. De amúgy, olyan üzeneteket kaptam. Hát de egyértelmű volt. Elképesztő volt. Ez most nem nagy képviség, de most azután a közönség kedvenc igen. Utána belökni egy ilyet. Fú, azért az veredek volt szerintem. Nagyon kemény volt. Figyelj, hát minden közösségi felületen, ha most így nagyjából egy számot kéne mondanom, akkor körülbelül 500 üzenetet kaptam, és nem azt írták le, hogy mennyire szeretnek. De amúgy nem olvastam nagyon előket, inkább törölgettem, mert nyilván reflektálni nem is reflektáltam, de azért ez azért mentálisan azért kemény. Tehát utána bemész forgatni, és tudod, hogy bent is utálnak, úgymond, mert azért Fanni nyilvánvalóan nem volt a barátom. Nem értem miért. Hát igen, tehát, hogy így. És akkor ugye azért beállt mellé Saci idővel, meg akkor Szinti is az ott volt, és akkor így azért... Nati is ott volt. Igen, Nati is azért becsatlakozott. És hogy éltétek meg azt, hogy a ti barátnőitek hogy reagálnak rá? És itt első körben inkább a Patrikra gondolok, mert ott én abszolút, megmondom őszintén, én amúgy ott sajnáltak, hogy
Na, bocsánat, hogy nem áll ki, miért nem áll ki mellett a Fannybe? Miért nem mondja azt, hogy... Azért. Tehát, hogy én azt vártam volna, hogy azt a lendületet, ahogy te kiálltál volna, értem, meg hogy kiálltál, én ezt nem láttam viszonozva. És ez engem én itthon ülve bántott, hogy mondom, hogy miért nem? Várj egy kicsit, még annyi, hogy a büntetésre visszatérve, mert mondatot elfelejtettem elmondani. Egyébként ő, ugye nagyon sokan mondták, hogy ha lett volna becsületem, vagy izé, akkor én is feladom a játékot, de ez ugye nem így működik, mert nem adhatod föl. Nem, tehát... van egy komoly összeg, amit kikérdezik. Igen, tehát ez nem úgy van, hogy te azt mondod, hogy holnap, hogy akkor jó, kizártátok a srácot, akkor én meg nincs bőr a képemen tovább csinálni, meg itt nem csinálom tovább, mert akkor az egy komoly büntetéssel jár. Jó, hogy feltettél előbb ezt a kérdést. Na igen, és akkor a... És én örülök, hogy úgymond nem állt ki mellettem, azért, mert őszintén mondta akkor, amit mondott, mert hogy nem volt helytálló, nem volt méltó ez a viselkedésem akkor a Gergővel szemben, mert most igazából ez csak plusz egy mondat volt a többi bántás mellé, csak akkor én azt nagyon személyesnek éreztem, ugye veled kapcsolatosan, hogy most ne érts félre, de egy probléma elfolytva, úgyhogy hazamentem, amikor rosszban voltunk. És hogyha most kiállt volna úgy mellettem, hogy jaj, igazad van Patrik, szerelmem, jól csináltad, akkor igazából az egész játéka mehetett volna a kukába, mert megjátszotta volna magát. És ő nem ez a személy volt bent a játékban, aki megjátszotta magát. És inkább maradtam abban a pár percben úgymond egyedül, de akkor is őszinte volt a partnerem odaállt a lányházba. Ezzel egyetértek egyébként, tehát Fanni objektíven kezelte ezt a dolgot. Tehát ő azt látta, ami történt, és ugye voltak érzelmek, meg vannak is, és na, az úgy, én úgy láttam, hogy az nem vakítja el abban, hogy ő tisztán lássa azt, hogy ez nem volt egy szép dolog egyikünktől se, nyilván. A kérdésedre én is válaszolok, szerintem Ildi túl reagálta. Tehát ő olyan szinten elkezdett engem védeni, pedig hát nem tudom, nekem ő ebbe egyébként megint sok volt egy kicsit, de azért nem szóltam bele, mert azért nem szóltam, de nem, hát basszus, most figyelj, olyan volt, mint... Nagyon ez a ilyen, olyan amplitúdókon... Igen, ezt akartam mondani. Olyan amplitúdókon mozgott amúgy folyamatosan, igen. Tehát olyan kilengései voltak, tehát vagy nagyon vidám volt, és mindent igen. Így, vagy pedig nagyon mély, és akkor nagyon bosszus, nagyon-nagyon ideges, és nagyon-nagyon... Tehát, hogy én értem, hogy ő... hogy megviseli, meg neki is érzelmileg látni azt, hogy te esetleg tényleg egy testi konfliktusba beleavatkozol, meg sőt, hogy részese vagy, illetve azon kívül annak, hogy esetleg ennek más gondolata lehet, hogy szerintem, kizárnak. Szerintem a Patrikot jobban sajnáltam, meg a Fanny, tehát hogy ő is, tehát hogy engem annyira nem sajnálsz. Nem tudom, igazság szerint, mert az aznapi beszélgetés az úgy kezdődött, hogy nekem mondta, milyen érzés úgy itt ülni, nem neked kéne. És nem is... Ja, az azért kemény. Igen. És ezt nem is értettem, hogy miért nekem kéne, hát én voltam a közönség kedvenc, ezt a Fanninak kellett volna úgymond feltenni ezt a kérdést. Na mindegy is, mikor én jöttem hazafele, én írtam mindegyik játékosnak, még Dorinának is írtam, hogy köszönöm szépen, élveztem a veszekedést, stb. És az Ildinek írtam, és az Ildi válaszolt nekem egy regénnyel, hogy sajnálom, hogy kiestél, vagy hogy kizártak, úgymond egy Levi miatt. Szóval, hogy mindenki kivette, én erre csak azt tudom mondani, hogy mindenki kivette a kamera részét, képernyő idejét a műsor alatt amúgy. Igen, én ennek örültem amúgy mindentől függetlenül, hogy mert nem voltam ott, kiestem, és még a vitát követően is, hogy 2-3 napig többször volt a nevem adásban, vagy többször lett kimondva azt, hogy Levi, mint amíg benn voltam. Tehát ez egész, ez egy akkora, szerintem a műsornak a legnagyobb eleme volt ez a 2-3 nap. Hát azt, hogy kiestem, azt, hogy ti összeszólalkoztatok, a kizárás, tehát szerintem az a 3-4 nap, szerintem az vitt a műsort torrenyosan. Már nem látok bele az adatokba. Tehát azt gondolom, hogy a műsornak az volt a legnagyobb, grandiózusabb, leggrandiózusabb pillanata. Az a leggrandiózusabb pillanata volt, hogy tényleg azért az egy olyan komoly 3 nap volt. Ez nagyon erős volt egyébként. Na jó, hát oké, nem az, de most... Figyelj, téged kizártak, és utána a műsor végéig téma voltál. Tehát, hogy azért az nagyon... Az elejétől végéig bennem voltam, mondjam, és ez... Igen, tehát nem voltál ott fizikálisan, amikor kizártak, de még mindig szerepeltél. Igen, és ez amúgy nagyon sok... De jó, nyilván a Fanny miatt, szóval nem kell megizélni, hogy a Fanny miatt amúgy, de attól... Jó, de a Fanny meg végigcsinálta keményen. Így van. És attól függetlenül az elejétől végéig bennem voltam. Ja, ennyi. És én szerintem nagyobbat nyertem, mint a fődíj. Az összeg. Mert most oké, és nézzük azt az oldalát is, hogy műsorban összejön valaki, kijönnek, együtt vannak. De műsorban összejössz, kiesik a partnered,
kitartasz mellette, és ha kijön, együtt vagytok. Szerintem a műsornak a címe leplezi azt, hogy nálunk mi a helyzet, hogy szerelem. Egyébként ezt a Jani már amikor bejött, egy hét után megmondta, hogy ő szerint azért a Fanni fog nyerni, mert pontosan ő testesíti meg a szerelem erejét, hogy nincs itt a párja X ideje, és ő végigcsinálja a játékot. És lehet, hogy sokszor nem szólal meg, de azért amikor megszólal, akkor általában jót mond. Tehát tényleg nem beszél sokat, de szerintem amúgy nehéz is egy olyan közegbe megszólalni, ahol mindenki megszólal. Mert hogy azért ott voltak harsány emberek, egy jó pár, ott a női házba. Sőt, volt is olyan, hogy nem voltunk a tévén összekapcsolva, ezt is tudjátok, és hallottuk a túloldalról a kiabálást, meg a dumát. Hát alapból Dorinának is van egy karakán stílusa. Igen, ott a Dorina. Saci, aki beköltözött, aki szintén mindenről megvan a véleménye, a igen. Nati szintén úgy, hogy mindenről igen. nyilatkozik. Szinti kiáll az igazáért. És... Ildikó az... Azt nem akarom megjönni. El Imre. Telefonja megint csak megszólalt, neki gondolta volna. A bizniszmen. Nem áll meg a fokhagyma kereskedelem. Tehát, hogy érted, szóval, hogy a visszatér, hogy ott volt a Saci, akkor ott volt a Szinti, akinek minden nap volt valami igen. baja, ott az Ildi, aki szintén mindenről vezet. Tehát, de most tényleg, hát nem tudom, hogy... De tényleg, elképesztő volt, és egyébként... Hát én a fiúházban sokkal jobban éreztem nagyon sokszor magam, mint a csajházban. Tehát, hogy mi azért, most jó, volt egy vita, de alapvetően szerintem mi jól kijöttünk egymásra. Tehát néha odaszóltunk egymásnak, de az nem az volt, hogy nem tudtuk megbeszélni, hanem azért mindig haladtunk előre, és úgy egységben voltunk szerintem végig. Nem éreztem széthúzást a fiúknál, még a csajok részéről sokkal erősebbnek éreztem igen. ezt. Míg amikor érdekes módon valamelyik fiút kellett éppenséggel majd, hogy nem halásorra küldeni, akkor hirtelen az összes lány girl power, és akkor összefogtak. Igen. Amúgy meg marták őket egymást minden nap. Igen, és amúgy azt akartam mondani, hogy téged, amikor még benn volt, tehát abban 3 hétben vagy 4-ben, abban nagyon sokszor bekostoltak, hát nyilván bekostoltak, tudod jól, hát ott voltál. Nem tudom. És ugye azért te elég nagy célpont lettél ott a lányoknál, és amikor téged kizártak, akkor konkrétan azt éreztem, hogy így beültem a te helyedre. A célpont. Hát ez egyértelmű volt. De és utána abban a következő pár hétben teljesen meg tudtam azt érteni, hogy milyen szar lehetett neked. Nem, egyáltalán nem volt rossz. Jó, de azért nem esik jól, hogyha egy nem folytában... Nem esett jól, de attól függetlenül ez leperget rólam, olyan értelemben perget le, mert tudtam, hogy maguk alatt vágják a fát. Mert most igazából nem azért lettem közönségkedvenc, mert esetleg nem tudok összevetni 2 mondatot, hanem azért, mert úgymond bántottak, és a néző egyértelmű, hogy azt fogja megsajnálni. Mert lehet még hozzá tudnám tenni azt is, hogy amúgy én őszinte voltam bent a játékban. Az, hogy a hotelben volt 1-2 konfliktus, az most... Mellékes, a játékban is őszinte voltam végig. A játék azért volt nehéz szerintem, mert nagyon sok minden történt a kamerán kívül, amit ugye nem lehetett bevinni adásba. És volt, aki megtette. Hát nyilván, most ugye a mi vitánk is ebből indult igazából. Hát igen. De tehát itt most ugye a nézők is félreértették, mert elsősorban mindenki arra gondolt, hogy Levi kiesése miatt ez most itt akkora... Nyilván nagyon szarul jön ki, tehát az is benne volt, de én tudod jól, hogy mire gondolok. És kimondhatod igazából, mert ez most közben... Az, hogy az, hát mert nyilván az ki is derül szerintem az adásban is talán, hogy... Hát ugye el is mondtad, ugye nem volt nehéz nem kiderülnie. Ja, hát igen, tehát hogy... De hogy előtte is volt már talán, nem tudom. Na mindegy, az a lényeg, hogy ugye találkoztatok adáson kívül Fannival. Ezért meg is kaptátok a büntetést, mert egyébként mindenki, aki ezt csinálta, az imék is ugye. És én akkor... Hát igazságtalannak éreztem azt, mert ugye előnyhöz jutottatok, és na mindegy, és ebből indult az egész feszültség bennem. És ugye a Levi rátett még egy lapáttal, mert nem te, hanem hogy a kiesés, meg úgy minden, és akkor így összejött ez az egész, aminek nem kellett volna. Egyébként utólag azt mondom, hogy ha annyira okos lettem volna, akkor abban a pillanatban, mint a játék végén, ahogy így láttam dolgokat, akkor nem csináltam volna semmit legszívesebben egyébként, mert... Hát annyi minden történt ugye az adáson kívül, hogy egy ilyenbe már nem is kellett volna belekötni, vagy egy ilyenen fönnakadni, hogy találkozhatok kétszer. Húha! Akkor kijelentető amúgy akkor mind a kettőtök részéről, hogy így, tehát ez a... Elástátok a csatabárdot, tehát akkor most már nincs harag,
A harag nincsen, én azt kimerem jelenteni szerintem, hogy harag hát nincsen. Részemről biztos, hogy nincs. De nyilván ez egy olyan dolog, hogy most mindenki negatív vagy pozitív képen, de ezt ezzel már úgyse felejti el. Most nem a kizárás, hanem ezt a kialakult szituációt. De nem tudunk senki fejét sem pálcát. És kimondom kerekperec. Kimondom, igen. Hogy az is lehet, hogy pár év múlva a Starbucksba találkozunk. Hát ez egy másik csatornán. De nem majd, ha lejár, de igen. Hát én örülök nektek, hogy örülök, hogy ezt meg tudtátok beszélni. De amúgy én ezek az egésznek, mert azért ti se vagytok annyira nagy barátok, vagy voltatok a műsorban, és most itt ülünk. De most hát, kerestem meg a Patrikot egy pár nappal ezelőtt, hogy mit szólna egy ilyenhez. Na várjál, de amúgy az ötlet az enyém volt, mert az oké, hogy te megkerested a Patrikot, de engem is megkerested, és akkor én mondtam, hogy legyen itt a Patrik is. Tehát, igen, egyébként éreztem, de úgy jöttem, hogy jó ötlet, amúgy jót szólna. Igen, tehát, hogy akkor legyünk itt mind a hárman, mert akkor így érted, így élőben el tudjuk, tehát reflektálni tudunk egymásnak a mondataira, a véleményére, arra, hogy mit gondol erről az egészről, vagy hogy látja. Hát igen, mondjuk ez kicsit úgy érve, most, hogyha ez műsorban történt, meg úgy érezném, hogy 2-1, de... Nem, ez nem, itt mindenki magáért beszél, meg mindenki... Ez maximálisan így van amúgy. Egyébként miután kizártak, azt nagyon soknak éreztem, hogy Imi barátom megölelt, meg mit tudom én, mert én úgy láttam a műsorban, hogy azért akkora spamban nem vagytok. De Imi amúgy mindenkivel kedves, de hát azért úgy érzem, hogy ez egy nézőcentrikus húzás volt. Nem tudom, hogy mi volt, vagy mi sem. Abban a pillanatban én úgy éreztem, hogy nem érdekelte semmi sem, vagy amikor megkérdeztem a Wikitől, ez biztos, hogy be volt vágva az adásban, annyira nem néztem. Én sem néztem vissza. Hogy elbúcsúztak a többiektől, nem csak a Fannytól, ugye, nem lett válaszolva, és csak az lett kimondolva, hogy Fanny, gyere elbúcsúzz el Patriktól. Ja. És abban a pillanatban... Adásban nem ment, de pedig amúgy igen. Ott a stúdióban elmondta, hogy igen, nem búcsúzhatsz el senkitől. És nekem jól esett az, hogy akkor az Imi úgymond jött, és megölelt mindent. Én vártam nem, volna még egy-kettő. Igen, én azt akartam pont mondani, hogy nem az Imit vártam, hanem mondjuk, hogy a Vili vagy a Noel megölel, vagy azt mondja, hogy basszus. Mert most én álljak föl és ölejjelek meg, hát az... Jó lett volna szerintem. Hát az atomgáz. Záróképpen lehet már kialakult volna. De igen. Mindegy. Figyelj, srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Nagyon jó, hogy így hárman le tudtunk beszélni. Hát mi is örülünk egyébként, meg hát azért Patrikkal majd mi még szerintem beszélünk. Odakint megbeszéljük. Kamerán nélkül. Jó, kamerán kívül megbeszéljük. Köszönöm szépen, srácok, itt voltatok. Hát mi is örülünk, hogy itt lehettünk. Remélem, hogy Patrik is azért. Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy tisztázni tudtuk ezt az egész dolgot. Jót beszélgettünk. Igen, én jól éreztem magam. Esküszöm, király volt. 2 év múlva vagy 3 év múlva, hogyha lejár a szerződés, és mehetünk egy másik csatornához, akkor Starbucksba találkozunk. Így van, akkor addigra föledzem magam. Legyen ez a végszó. Köszi, srácok. Szívesen. Sziasztok. Sziasztok. Na, hát Imre, köszöntelek a műsorba. Örülök egyáltalán, hogy elfogadtad a meghívást, de nem féltem én ettől. Hát én köszönöm a lehetőséget. Mi van veled játék óta? Hány hete vagy te most itthon? Hú, már össze se számolom az időket. Kicsit olyan volt, mintha egy párhuzamos világnak lettünk volna az alternatív valóságában. Úgyhogy nehezebb ide visszailleszkedni, egy kicsit, mint számítottam. De működik, megy tovább az élet. És neked a munkahelyeden egyből vissza is álltál, vagy te felmondtál, mielőtt kimentél a játékba? Mert ugye van neked egy vállalkozásod, ugye egyetem mellett van egy munkád is, egy munkahelyed is a Bálnában, vagy azt hiszem ott. Igen, a Honvédelmi Honvéd, kiállításban voltam a kiállításvezető, és tegnaptól álltam vissza, 10-től folytatódik a jogviszonyom, egy nagyon erős pozícióban, lényegében protokoll és rendezvény felelős leszek, úgyhogy nagyon várom, minisztériumi megbízás, állok elébe a feladatnak. Arra lenne kíváncsi igazság szerint, mert ugye rengeteget beszéltünk, vagy egy szobatársak voltunk, a 409-es szobából indult az egész. A 409-es kórterem. És megmondom őszintén, beszéltük is játék elején, még én úgy voltam, mert én azt gondoltam, hogy ha nem is a 4 közt a döntőbe, de legalább ott a 6 közt mi ketten ott leszünk, én legalábbis nagyon biztos benne. Hát sajnos nekem nem sikerült, de neked hála Istennek igen. Hogy élted meg, hogy végül nem te nyertél? Egyáltalán számítottál rá, hogy te fogsz nyerni?
Nyilván bíztál benne, gondolom, de hogy meglepett esetleg, hogy Dorina nyert, vagy te bíztál annyira magadba, meg ugye nézőkbe, hogy... Persze, én bíztam magamban, sok mindenki a játékon belül is bízott magamban, meg a nézői kommentek alapján is, de nem sajnáltam Dorinát az a nyereményt. Bevallom őszintén, én így is nyertem. Egyrészt én voltam az első közönség kedvenc, én voltam az egyetlen férfi döntős, és Szintiában mi voltunk az egyetlen pár, akik bent álltak a döntőben, nem pedig külön-külön. Jó is, hogy kérdezni, jó is, hogy felhozod a Szintit. Mi újságon veletek? Gondolom ez az, ami talán legjobban érdekli a nézőket, hogy ez a románc, ez a cicaharc, ez a macska-egérharc, bocsánat, tehát ez most hol áll most? Mit lehet rajtok tudni most? Együtt vagytok, nem vagytok együtt, randizgattok, beszéltek egyáltalán? Na hát ez pontosan ugyanúgy folytatódott időként, mint ott bent. Azt tudom mondani, hogy még izgalmasabb is volt, de most erről állunk, úgyhogy sajnos el kell ezt fogadni. Én tisztelem őt, nagyra becsülöm, értékelem, biztos vagyok benne, hogy ő is még mindig szeret, de külön úton folytatjuk tovább. És utólag megbántál valamit így a játéka kapcsolatban, hogy ott a Szintiával való viszonyodban, hogy mondjuk érzed azt így utólag, most már az jó pár hét elteltével, hogy lehet ott valamikor kellett volna esetleg nemet mondani, kihátrálni ebből a macskaegér játékból, mert azért ez hosszú idő keresztül szerintem fárasztó egy idő után, mind lelkileg, mind mindenhogy. Persze, persze. Hát az ember fejében mindig az van, hogy mit kellett volna, mikor másképp csinálni, mikor közelebb, mikor távolabb, de semmit nem bántam meg. Tehát azt mindenkinek tudnia kell, hogy minden, amit ott láttatok, az őszinte volt, és hogyha én nem egy olyan nő állt volna előttem, aki iránt valódi érzelmeket táplálok, akkor ezt nem tudtam volna végigcsinálni. Igen, mert azért itt beszéltem Gerivel is. Igen. És Geri is azért felvetette ezt, hogy itt azért volt ebbe egy, hát egyfajta taktikai húzás a részedről. Hogy azért nem, ő nem teljesen ezt az e-mailt ismerte a falakon kívül, vagy hát a hotelben. Igen. Mint ahogy amúgy én nekem is volt egy ilyen benyomásom, hogy azért ott bent a játékon belül nagyon meg voltál feszülve, én azt éreztem bent a kamerák előtt. Pontosan, az elején igen. Még akkor az első két hétben ugye mindenki kereste a helyét, kereste, hogy milyen személyiségét hozzá elő, milyen szerepeket játszon. De mint többször is mondtam, hogy mindegyik szerepem én vagyok. Úgyhogy magamat adtam végül is. És semmit nem bántam meg. Tehát, hogyha újra kellene csinálni, akkor valószínűleg mindig ugyanezt csinálnám. Vannak jó és rossz döntések, de az adott pillanatban mindig az aktuális döntésünk a helyes. És mit lehet tudni erről a Szinti sztoriáról? Megmondom, hogy nem teljesen vagyok tisztában. Én is hallottam ezerféle pletykát, onnan bentről is már, amikor még benn voltatok, hogy neki most volt kívül is volt egy, ugyan mint az Ildinél, volt neki egy kapcsolata? Vagy azt lezártam, hogy bement? Vagy az ott bent lett lezárva, mert jöttél te a képbe? Vagy ez hogy volt ez, amit nyilván hát, amit a Szinti most nincs itt, hogy megvédje magát, de amit esetleg te elárulhatsz, ami, mert nekem nem volt teljesen tiszta, most akkor kivel van együtt, meg mióta? Hát senki távolétében nem szeretnék beszélni, meg őt is tiszteletben tartom. Amit elmondhatok, az az, amit a műsorban is láttatok valóban. Itt nem csak Szintiának, de mindenkinek volt egy külső kapcsolata, szinte Fanny kivételével. Azt éreztük benne, hogy, és azt pont beszéltem a Gergivel is, hogy nem voltak tudatosak a túloldalad, hanem de, érzelmek alapján játszottak. De a férfi társaink sem voltak tudatosak, tehát azt láthatni lehetett. Sőt, nagyon sokáig senki nem vette komolyan a játékot. Nagyon sokáig ezzel a taktika szóval dobálóztak, mint ahogy bennem is, de majd kitérek arra, hogy a játékban ezt hogy éltem meg. De itt én részemről nem csak taktikáról volt szó, hanem inkább stratégiáról. És az, amit kérdeztél, hogy ez Szintia is egy taktika volt részemről, hát ezt nem kifejezetten mondanám, csak én már annyira következetesen éltem meg ezt a dolgot, hogy össze tudtam kötni a kellemeset a hasznossal, az érzelmeket a játékkal. Ami még talán fontos lehet, hogy ki az, akivel még most is tartod a kapcsolatot? Mindenkivel amúgy? Tehát ha mindenkivel jó kijöttél ugye benne a műsorban, nem nagyon volt neked ellenséged. Hát talán a legnagyobb ellenséged, a legnagyobb szerelmed is volt, tehát a Szintia. Igen, de hogy amúgy azon kívül tartod mindenkivel a kapcsolatot? Vagy találkozgatsz így valakivel? Vagy megmaradt esetleg egy mag, két-három emberrel, akivel többet találkozol? Hát elmondom őszintén, a legközelebb te álltál hozzám. Tehát jött utána még azért két hasonló kaliberű szereplő, mármint értelmiség inkább, vagy aki közelebb áll hozzám, így
Krisztián, de nem sokat maradt bent, aztán Jani. Janival nagyon jobban voltunk, de úgy olyan mélyre menő magánéleti és személyes beszélgetéseket, mint ami közted és köztem zajlott a 409-es szobában, olyan nem ismétlődött meg. Én pont erre akartam, mert tök, hogy felhozod a mi kapcsolatunkat benne a műsorban, hogy nekem egy kicsit furcsa volt, és ezt pont most a Gergő is mondta, említette egy fél mondat erreig, hogy én megmondom összintén, nekem, amikor kiestem, láttam a reakciókat, igazából jól is esett mindenki részéről, de aztán 2-3 nappal később kiesett a Patrik, és megmondom összintén, nem tudtam hova tenni, hogy amikor Patrikat nem voltál tesse jobban, Patrika most nem bántásra tudja, és hogy nem, senki nem volt úgy igazán jobban vele, sem a lányok részéről, sem a fiúk részéről, talán a Véd leszámítól, a Fali. De hogy valahogy furcsának láttam azt, furcsa volt nézni az a tévében azt, hogy igazából ugyanúgy odafutottál hozzá, és mint hogy hozzám is, miközben a 409-es szobban meg az, tehát más volt a, szerintem a nexus, de furcsa volt ezt látni. Na hát hozzá kell tenni, hogy azért mi férfiak vagyunk. És nem azt mondom, hogy csak te meg én, de Patrik is. Viszont ugyanúgy, ahogy Cintiának megértettem a lelkét, ugyanúgy meg lehet érteni Dorinát is, Patrikot is. Főleg a fiatalabb korosztály, tehát én tudom, hogy ami benne van, az nem gonoszság, hanem az még egy kiforratlan személyiség, nyilván az élete elején álló, feltörekvő fiú. És ahhoz képest, hogy Patrikkal azért mi is kicsit ellentétesek voltunk egymással, láttam én a gyengéd oldalát, és inkább úgy tekintettem rá, mint a kisebbik öcsémre. Tehát ezért volt ez a érzelmi viszony köztem és közte, és ezt ő többször is megemlítette, és viszonozta is ezt az érzést. Ezért nem haragudtam rá, és amikor ő kiesett, vagyis nem is kiesett, akkor ez egy kizárás volt, rendkívül drámai pillanat. Tudtam, hogy szüksége van a lazadásra, én sem, nekem is szükségem volt rá, tehát én szeretem azt, szeretek mindig jó szájízzel búcsúzni mindenkitől. Ne félni, és nem számon kérdés volt ezt részemről, csak hogy a furcsa volt nekem. Igen, csak tudom, mert sokan mondták, hogy ezt direkt csináltam, meg taktikával, meg nézőcentrikusság, meg ilyenek, de nem. Tehát az tényleg az is ugyanúgy, ahogy a játékom során végig, az is őszinte volt, őszinte mozdulat. Ha te akár a műsor elején, vagy bármi, a lényeg az, hogy amikor az összes játékos mondjuk ismerted volna. Igen. Ki lett volna az, így a, nem tudom, 20-an voltunk összesen a műsorban, nem tudom, ki lett volna az a, hát mondjuk két fiú, mondjuk két lány, uh-huh, akit te mindenképp a döntőbe vártál volna. Tehát akire azt mondtad volna, hogy olyan erős személyiség, és azt mondtad, hogy amúgy ott benne a játékban, ők két olyan, vagy négy olyan karakter, uh-huh, akinek a döntőbe lett volna helye. Mondhatod magadat is, persze természetesen beletartozhat a négybe, de hogy ki lett volna az, akit te mondjuk így szíved szerint ott láttál volna, megérdemelten a döntőbe négy főt. Hát Willit biztos, tehát Willit nagyon vártam, nagyon szerettem volna, hogy ott legyen, mint fiú, nyilván magamat. Ha bemaradtál volna, akkor téged is. Meg is lepődtem, hogy ilyen korán kiestél, de ezt annak tudtam be, hogy a megadott időn belül nem tudtál csatlakozni nőhöz, amit megértek, mert ahogy mondtam, ha érzelmileg, meg intim módon nem kötődsz egy nőhöz, akkor nem fogod tudni megjátszani ezt az egész. És a lányok részéről két ember? Lányok részéről, hát Szintiát is, Dorinát is ott látom, tehát Dorina attól függetlenül, hogy megosztó személyiség, ő mindenképp megérdemelte, hogy ott legyen, mert azért szerepelt, kihozta ő is mindent és magát adta. Szintiát nyilván, mint a párom, tehát nagyon szerettek minket a nézők, külön-külön is talán, de együtt még jobban, és hát így más lányt annyira nem látok ott a döntőben. Fannit egy érdekes, mert nyilván ugye sokan mondják róla, hogy meglapult, így én is ezen az állásponton voltam, de így utólag visszanézve azért ő is küzdött, tehát voltak küzdelmei önmagával, a személyiségével, egy kapcsolatával, ami kint van, hiszen Patrik ott volt, hogyha abból a megközelítésből tekintjük, hogy a szerelem ereje, ő mindvégig kitartott Patrik mellett, még a játékban is. Hát tulajdonképpen ő testesítette meg a műsort, még hogy nem, tehát a szerelem ereje az náluk azért látszott, hogy persze, valóban megvan, persze, és azóta is együtt vannak, ugye? Most is, pontosan.
Úgyhogy voltak aktív, meg voltak passzív karakterek, voltak defenzív, voltak offenzív, vagy támadó, védekező, de ez volt a műsor struktúrája. Tehát így kellett ütköztetni a karaktereket, hogy meglegyen a drámai jelen, meglegyen az akció, meglegyen az érzelmi vonal, meglegyen a romantika, és szerintem ezt a Power of Love tökéletesen lehozta. Mit lehet tudni amúgy? Hát én mindig csak így mondom, amikor most beszéltük, hogy ki jön, mondtam, hogy El Imre, El Pont Imre. Igen. Mit lehet tudni, hogy rólad a műsoron kívülről? Mármint neked a múltadról, amit esetleg itt kamerákat így el tudsz mondani, meg azt mondod, hogy... Tehát azért pont ezt beszéltük is a műsorról bent, és ezt te fogalmaztad meg nagyon jó a 409-es korteremben, hogy ideben nem tudják eldönteni, meg amúgy se, sok esetben az emberek nem tudják megkülönböztetni a vélt és a valós problémákat. Pontosan. És ez a te ékeszólásodból merítette most erőt, csak onnan jutott eszembe ez, hogy tényleg ezt te egyszer mondtad, és neked azért mások voltak a problémák az életedben, szóval te háborúban voltál benne, sőt, hát idézésen vérdíj volt a fejeden. Neked azért jöttek olyan impulzusok, ami minket valószínűleg soha. Igen. És ott benne meg az volt a probléma, hogy jaj, én nem tudtam elmenni randi szobába. Most mondtok egy példát. Igen, kiszólt be kinek, meg miért beszélsz így róla. Hát persze ugye, főképp amit már mindenki tud, ugye, hogy kettős állampolgár vagyok, tehát európai, arab, muszlim, keresztény, magyar, szíriai, és megéltem nyilván a szíriai polgárháborút, beleálltam ebbe az egészbe, sokáig utána béketárgyalásokkal foglalkoztam, vagy ott voltam kint, és akkor később elkezdtem ezt a külkereskedelmet, ugye a műsorban ezek voltak a valós problémák, és amikor te meg én beszélgettünk, és akkor fennakadt egy kamion a vámon, valami 20 millió tételű fokhagymával, akkor ott telefonálgatni kellett hivatalról hivatalra, és akkor gondolkoztam el rajta, hogy hát ezek a valós, egy valóságsok valótlan problémáival foglalkozunk, miközben kint vannak a valóinak valódi problémái, de sikerült összeegyeztetnem a kettőt, mert hiszen délutánonként jártunk be általában forgatni, úgyhogy délelőtt volt időm telefonálni és e-mailezni. És ez mikor volt igazából, ez az arab tavasznak nevezik, ugye? Ez nagyjából 10 éve volt, 10? Igen, igen. Egy-két éve lehetett, amikor folyamatosan több arab országnál is a diktatúra megbukott, nem? Vagy hát voltak felkelések és a többi. És ez hogy jött neked, hogy valószínűleg azért, mert kettős állampolgár vagy, ugye úgy, mint ahogy szírnek, hogy magad, magyarnak is tartod magad, és ugye annó a szabadságharc idején is március 15-e volt a kirobbanó dátum, nem? Tehát valószínűleg ez kötött téged oda, és ezen felbuzdulva menték, hogy hát ha itt is március 15 volt annó, és akkor ott is. Igen. És akkor legrősszor hogy volt ez, hogy kimentél, hogy te csak meg akartad nézni test közelből, és aztán hirtelen elvittek az indulatok, és te lettél végül is az egyik főszereplője ennek a sztorinak. Tehát te voltál a Szír Petőfi. Tehát, hogy ez, te csak kimentél megnézni, aztán belekeveredtél, vagy te már tudatosan mentél ki, hogy... Na, akkor még nem ismertem a tudatosságot, és bármennyire hihetetlen, de én úgy indultam ennek neki, amikor ugye előjött a gyermeki énemből a március 15-e, amiket iskolában tanultunk, és láttam, hogy mennek kint a tüntetések és az avargások, hogy na, gyerekek, ez több lesz, mint egy szombatesti buli. Úgyhogy én megyek. Elkezdtem nyilván én is csápolni, vagy tüntizni, de nagyon gyorsan a vezetők között találtam magam, úgyhogy rendkívül proaktív személyiség vagyok, nagyon szerettek, és tömegeket mozgósítottam, tehát ezrek követtek engem a tüntetéseken, nyilván mi ki nem figyeltek és elraboltak. Aztán de úgy kell képzelni, hogy egy fekete furgonban ebbe zsákolnak, zsákoltanak a fejed és elvisznek? Pontosan, 12-en nekem ugrottak, becsomagoltak, és akkor egy furgon platóján ki is vittek a legközelebbi központba. Jó, ez kemény, tehát jót nevetünk rajta, de amikor ráthoznak egy zsákot a fejedre, azért, és ráadásul tudod jó, hogy azért ez nem a izé lesz. De nagyon szerettem annak is minden percét, tehát ez egy két hónap hadifogság volt, ahol nem lehetett se zuhanyozni, se fürözni, tehát éheztettek minket, alvás megvonál, volt folyamatos kínzás, de valamiért az első pillanattól kezdve átkapcsolt valami az agyamban, és nem éreztem fájdalmat. Tehát bármennyire ütöttek, vertek, kínoztak, soha nem kiabáltam, és nem éreztem, hogy testi sértés ér engem. És ezt a alvás megvonást, ezt minek akarod? Tehát lefejtik a személyiségedet gyakorlatilag? Vagy ez miért van, hogy utána a tudatod az teljesen... Pontosan, tehát ez egy ilyen sztálini módszere a dolgoknak, ez amikor
bent vagy egy kocka szobában, ahol 24/7 ég a lámpa a föld alatt, elveszik az időérzéked, elveszik a térérzéked, nem tudod hol vagy és mennyi az idő, és 20-30 percenként rád nyitják az ajtót, és akkor vagy megkorbácsolnak, vagy áramot vezetnek beléd, nyilván azért, hogy ne juss át egy REM fázison sem, és egy hét, 10 nap után annyira szétesik a személyiséget, hogy újra össze lehet rakni, és ezáltal a koncepciós perben bármit bevallasz, és akkor el lehet vinni téged börtönbe, vagy kivégezni. Neked volt már olyan, hogy közel álltál ahhoz? Hogy ez maga akár egy kivégzés, vagy bármi esetleg? Nagyon sok pillanat volt, főleg amikor tömegesen láncba voltunk verve, és mindig le volt a karva a szemünk, és órákon átvittek minket mondjuk egy sivatagi központból a másikba, akkor nem tudtuk, hogy a vágóhídra megyünk-e, vagy hova. De valamiért mindig bennem volt az érzés, hogy ezt túl fogom élni, és hogy mesélhetek róla. És ugyanúgy, ahogy kérdezted, hogy megbántam-e bármit is a Power of Love-ban, mert lehet, hogy valahol csinálhattam volna másképp, hogy jobban jöjjön ki, akár a fődíjat illetően, akár Cynthiával, mindent ugyanúgy csináltam volna. És abban a pillanatban, amikor elraboltak, mert a csapatom az időben lefordult jobbra, de én meg mentem tovább balra, és ha visszatekerhetném az időt, hogy én is jobbra forduljak, nem. Ugyanúgy balra mentem volna, és ugyanúgy elraboltattam volna magam. És akkor a kiszökésed után te egyből vissza is álltál teljesen, mint hogyha semmi se történt volna, nyilván lelkileg gondolom, hogy ez mindenképp megviselt. Hát, jártál valaha ezzel pszichológusnál, nem úgy? Nem, soha. Tehát mindenki kérdezi, hogy van-e poszttraumás stresszem. Úgy vélem, hogy nincs. Noha többen, mint mondjuk szintén azt mondta, hogy van, csak más formában alakul meg. Tehát én nem a traumákat éltem meg negatívan, hanem hogy ki kellett ugranom a háborúból. Tehát, hogy nem oszthatom meg velük többé a halált, hogy nem kell félnem. Mikor visszatértem, ismét a magyar én nem jött elő belőlem, és ugye mivel nem rohangálhattam többé Szíriában a harcmezőn, ezért külföldről kellett segítséget hoznom, és itt ugyanúgy beleálltam a teleki pál féle emigrációs kormányba, mint ahogy az a Horthy korszak idején volt, és kívülről folytattam a küzdelmemet béketárgyalóként Genfben, Brüsszelben, Párizsban és Washingtonban. És ha jól tudom, akkor volt, hogy te egy magyar túszokat is sikerült kitárgyalnod és hazahoznod őket. Így van, több alkalommal is került rá sor, amit erről el lehet mondani, hogy nyilván megvolt a nagyon kiterjedt kapcsolati hálóm, mindenkiről tudtunk mindent, legyenek felkelők, le szabadságharcosok, kormányerők, terrorcsoportok, rablóbandák, tehát ott már nagyon begyűlt minden mindennel, de nyilván megvolt a kiterjedt kapcsolati hálónk ahhoz, hogy mindenhova elérjünk a kezünk, és ez egy nagyon hosszú folyamat által került kitárgyalásra, amit teljesen önkéntesen és ellenszolgáltatás nélkül tettem meg a hazáért. Ezért kaptál amúgy valami állami kitüntetést? Nem úgy van neked erről valami, hogy tehát hogy az meg egy hős vagy, mert azt kimondhatjuk, hát hazahozták egy pár embert, meg amúgy is kiment és a hazád, de hogy amúgy kitárgyaltál végül valakiket, akik hát most már itthon hajthatják álomra fejüket a családjuk mellett. Mondjuk úgy, hogy a legnagyobb hősek mindig a függöny mögött maradnak. Van-e valami elképzelésed a jövőt illetően? Most kaptál egy felelősségteljes pozíciót és egy komoly állásod van, megy a fokhagyma biznisz, de hogy a média világában amúgy, mint bármi más műsorban valahol szeretnéd majd szerepelni, vágysz erre egyáltalán, hogy ez mi az, amit ettől amit várnál, abszolút, vagy ami most jól esne? Tehát ez egy olyan lehetőség lett az élettől, amit semmilyen formában nem fogok elengedni. Nyilván itt különféle csatornákról lehet beszélni, akár ezek a közösségi média felületek, mint a TikTok, ami ugyan nem az én világom, de most belefonódom egy kicsit. Na neked még az IVIV. Még az IVIV-ben úgyhogy, de egészen jól működik, tehát hogy live voltam a többiekkel is, sokat is, Cynthiával is, tőle is kaptam támogatást, meg követőket. De én inkább a média világában fogok elindulni, lesz is hamarosan saját műsorom Győzikével, úgyhogy felkérések kivonna. Lehet tudni, hogy melyik csatornán? Maradsz egy csatornán, vagy egy konkurens csatornán lesz, vagy ez teljesen független? Másik csatornán, nem konkurens csatornán. Másik csatornán. De még egy ilyen szereplést nem vállalok, tehát még egy reality-ben, vagy még egy ilyen párkeresőben nem megyek bele.
ha csak nem sztár vendégként, vagy műsorvezetőként, vagy valami játékvezetőként. De szeretném ezt a médiát tudatosan felépíteni. Most nem azt mondom, hogy egy celeb üzletember leszek, de hasonló kategóriát és értéket, amivel később a politikai életben is el tudok indulni, mert hát megjelöltetem magam valamelyik körzetnél, és megvan az 500 vagy 5000 szavazat, és már is indulhatok egy független parlamenti ülésért. Illetve egy kedves filmrendező, akit most nem neveznék meg, a játék eleje óta végig kísért engem. Spielberg? Nem. Scorsese? Ridley Scott? Mondjuk úgy, hogy a magyar Ridley Scott. És ő különösen felfigyelt rám, és eszébe jutott, hogy jó lennék főszereplőként, vagy szereplőként az egyik filmjében, rákeresett a profilomra, látta is, hogy voltak korábbi színészi ambíciói. Igen. Ő nagyon sokáig nézte és kívülről vizsgálta Cynthiával való kapcsolódásomat, és azt mondta, hogy ezt a Power of Love 2 sem fogja önmagában felülmúlni, mert olyan volt ez, mint egy hatalmas nagy romantikus dráma, amiben elindul az ismerkedés, hatalmas nagy harcok és viták, jön egy szakítás, jön egy békülés, utána már minden, amikor felhőtlen, akkor megint jön egy szakadás, és akkor a végén happy end-el végződik, ahogy az utolsó két hétben láttuk a műsorban. És képzeld el, hogy egy boxoló filmről volna szó. Azt hittem, a Sandokando újra forgatja, vagy... Úgy, boxoló. Persze, egy ilyen boxolóról szóló film. De nem mesélhetek tőle róla többet, viszont ha nem is én leszek a főszereplő, de koproducerként vagy mellékszereplőként mindenképp meg fogok benne jelenni. Úgyhogy folytatom a boxedzéseket, hétfőn újra eljárok meditálni, vagyis kettől, mert hétfőn Győzikével forgatunk. Hoppa. És folytatom tovább az önismereti utamat. Hát Imre, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, meg itt voltál velünk. Remélem, hogy te is érezted magad, aztán egész biztos, hogy tartjuk meg a kapcsolatot, és ha lesz még esetleg valami hasonló adás, amiben kifejezetten úgy érzem, hogy jó lenne meghallgatni téged, akkor várunk sok szeretettel. Köszönöm szépen, Levente, a meghívást. Kerültem.